Egy hónapja kezdődtek a munkálatok Zentán a Karjadi úton, amelyek célja az útszakasz állapotának javítása. Jelenleg is aktívan folyik a fejlesztés kivitelezése, és a tervek szerint már heteken belül befejeződnek a munkálatok. A mezőgazdászoknak különösen fontos ez a szakasz, hiszen így könnyebben meg tudják közelíteni a szántóföldjeiket. Jól használható utat fognak kapni a gazdák. Nagyon fontos elmondani, hogy a Karjadi út 3,4 km hosszú távon, hosszú szakaszon kapja ezt a felújítást, illetve 3 méter szélesen, tehát valóban egy szép, széles, használható, a mezőgazdasági gépek számára is jól használható tágas útszakasz lesz felújítva. A munkálatok teljes értéke 12 millió dinár. Abból a tartományi mezőgazdasági titkárság 9,5 millió dinár vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Zenta önkormányzatának. A titkárság határozott szándéka, hogy a jövőben is jelentessen meg ilyen pályázati kiírást, mert nagyon fontosnak tartjuk a mezőgazdasági termelők munkájának megsegítését ilyen formában is, ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy hatékonyan tudjanak dolgozni, és egy hatékony gazdálkodást, sikeres gazdálkodást tudjanak megvalósítani. A fejlesztés részeként dűlőút készül. Az útszakasz már megkapta a cementes alapot, erre zúzott követ terítettek, és jelenleg az aszfaltozási munkálatok folynak.